Ha a kiadó lakást keres mostanában az egyetembe felvett diák, akkor nagyon fontos tudnia, hogy Pécsen városrészenként változnak az árak. Az egyetem városrész a legkedveltebb a diákok számára. Ennek közelében szeretnének a legtöbben albérletet találni, de a belvárost és az uránvárosi részt is szívesen választják a fiatalok. Tudtuk meg Ferenc Gyula, az egyik pécsi ingatlan közvetítő iroda vezetőjétől. Nem csak a diákok keresnek albérletet, jelentősen megnőtt a keresők száma. Ezt tapasztaljuk, valószínűleg az ingatlan árak emelkedésével inkább nagyon sokan bérelnek lakást, és a kínálat az kevesebb, mint a kereslet, tehát jelenleg az árak ezáltal felfele mozdulnak. Én azt mondom, ami tavalyi évben 120 ezer forint körüli albérletár volt, az most 150 ezer forintnál kezdődik, tehát egy durván egy 15-20%-os emelkedés a 2023-as évhez képest tapasztalható. A legkedveltebbek a másfél-két szobás albérletek, azonban annak függvényében, hogy hányan költöznének a lakásba, a három szobásak is gyorsan elkelnek. Sok esetben összefognak és külön szobánként veszik ki az albérletet. A 120 és 150 ezer közötti összeg az, amiért leghamarabb ki lehet adni egy lakást. Ezek a legkapósabbak, ezeket általában 2-3 nap alatt kiveszik, tette hozzá Ferenc Gyula. Tehát minden nap kötünk szerződést újabb albérletekre, illetve vannak főbérlők, akikkel folyamatosan szerződésben vagyunk, és hogyha megüresedés van, akkor ki tudjuk adni ezt a, tehát bekerül a portfólióba, és abban a pillanatban elérhetővé válik, de nagyon rövid ideig vannak bent, tehát tényleg vadászni kell az albérletre. Számít a lakás felszereltsége, de olyan eset is van, amikor ezt figyelmen kívül hagyják a bérlemény iránt érdeklődők. Előfordulhat, hogy vannak különös elvárások, illetve az albérlet minőségével kapcsolatban, berendezéssel kapcsolatban, felszereltséggel kapcsolatban. Jellemzően most már a főbérlők úgy készülnek a diákokra, hogy teljes felszereltséggel adják ki a lakásokat. Viszont azt tapasztaljuk mi, hogy kevés az albérlet, a kiadó lakás, és nagyon sokan szeretnének kivenni, ezért egyre lejjebb adnak az igényekből. A lényeg az, hogy legyen hol lakniuk. Megtudtuk, nem csak az egyetemvárosban vesznek ki lakást a diákok, hanem egész Pécs területén, Kertvárosban, a keleti városrészben, a belvárosban is. A komplex pécsi lakáspiac a tavalyi évhez képest 8%-os emelkedést mutat, amely főleg a 30-40 milliós lakások esetében tapasztalható. A nagyobb árkategóriában kisebb áremelkedés jellemző. A családi házak esetében a tavalyihoz képest 2,5%-os áremelkedés történt, tette hozzá az ingatlan irodavezető.